A Kompország mai vendége Jakubcsek Gabriella, újságíró, műsorvezető. A Kölcsey Ferenc Gimnáziumban érettségizett, 1981-ben felvették a Színház és Filmművészeti Főiskolára. 2 évet járt ide, de színi tanulmányait nem fejezte be. Úgy érezte, nem lenne belőle jó színész, mert képtelen szerepeket játszani. Ezután beiratkozott az ELTE művészettörténet magyar és általános nyelvészet szakára, így szerzett diplomát. A Magyar Újságírók Országos Szövetségének újságíró iskoláját is elvégezte. 1990 és 99 között a Magyar Televízió szerkesztő műsorvezetője és kulturális rovatvezetője volt, majd dolgozott a TV2-nél, a Danubius Rádiónál. 2011-ben ismét a köztévé munkatársa lett, ám 2015. december végén létszám leépítésre hivatkozva felmondtak neki. 2018 őszétől 2022 nyaráig az ATV műsorvezetője volt. Olyan műsorok fűződnek a nevéhez, mint a Most vagy Soha, a Mukka, a Napközi, a 10 órai, a Reggeli, a Vitriol, a Ridikül vagy a Jakubcsek Plusz. Máté Gábor színésszel kötött első házasságából 2 fia született. Második férjétől 1 kislánya van, Emma Róza 2008-ban jött világra. Üdvözlöm a nézőket, ez a Kompország, a Magyar Hang beszélgetős közéleti portré műsora, és nagy szeretettel köszöntöm mai vendégünket, Jakubcsek Gabriella, televíziós műsorvezető, újságíró. Köszönöm szépen a meghívást. Mielőtt belevágnánk a témákba, először jelezném azt, hogy a Magyar Hang e-heti száma még nem készült el, mert szerdán veszük fel ezt a beszélgetést, de mikor pénteken ez a műsor adásba került, tehát péntek estétől megtekinthető, akkor már az újság megjelent. Nagy Ervin lesz a címlapon, és azt gondolom, hogy érdemes lesz más tartalmak miatt is elolvasni, de hogy azért valamit tudjak itt lobogtatni, felmutatni, nem én vagyok az első, aki ebben a műsorban, illetve a mi műsorainkban megmutatja ugye Stefano Bottoni Orbán Viktorról készített könyvét. Más könyveket is adott már ki a Magyar Hang, tehát egy új tevékenységgel is foglalkozunk, és ez jó indítás is a beszélgetésnek, hiszen Jakubcsek Gabriella könyvét megnéztem műsor előtt a különböző sikerlistákon, és ugye mi könyvünkből ugye már utánnyomást is kell készíteni, de úgy látom, hogy nagyjából a napos B oldal és ez a könyv úgy együtt szerepel, tehát hogy ez kifejezetten sikeres, nagyon jól indult a napos B oldal. Ugye erre számítottál, vagy ez már megszokott a korábbi könyveket tekintve, vagy ez most ilyen nagy dobásnak számít? Én azt gondolom, hogy nagy dobásnak számít. Volt már olyan könyvem, nyilván a legelső az hirtelen a vákumból egyszer csak beletalált valamibe, a Megúszhatatlan című könyv. Nem várták, hogy én könyvet fogok írni. Mindig a televízióban láttak. Ez a könyv, ez másért lett sikeres, valószínűleg rátapintottam valami olyasmire, amit már nagyon régóta éreztem, nem titok, de az, hogy azzal valaki kiálljon, az mondjuk újszerű volt, hogy olyan dolgokat fogalmazok meg talán mások helyett, ami mindenkit őről, belülről. Tehát reménykedtem, akkor inkább így mondom, de a vártnál is jobb a fogadtatás. Igen, azért a célcsoport az eléggé világos, tehát ugye a 40 fölötti nők problémáiról. Nem feltétlenül a nők. Ez egy nagyon kényes kérdés. Nem feltétlenül a nők, azért mert egy nő van a címlapon meg, mert mi talán többet beszélgetünk ezekről. Tehát mondjuk nekem ez a könyv tud mondhatni. Egyrésztről igen, bizonyos lelki kérdésekben neked is szól ez a könyv, másrésztről pedig ami az én célom lenne az, hogy a férfiak is megértsék, hogy mi történik a nőkkel 40 fölött, mert a házasságok többségében ez okoz problémát, hogy nem erről szoktunk otthon beszélgetni. Mert miért erről beszélgetnénk? Vannak különleges kapcsolatok, ahol ez nyíltan és talán előkerül, de valójában a férfiak egy ponton túl már nem nagyon tudják követni, hogy mi történik egy nővel, csak a tüneteit látják, de az, hogy annak milyen lelki folyamata van, vagy milyen fizikai küzdelmei vannak egy nőnek, vagy adott esetben milyen bizonytalanságai vannak, arról nem biztos, hogy szó van. És imígyen aztán ő se jön elő a problémáival, már hogy a férfi. Igen. Szakmailag egyébként az, hogy, és akkor most maradjunk annál, hogy a nők, 40 feletti nők, erről sokat lehet olvasni, felmérések is vannak talán erről, hogy a munkaerő piacon milyen a helyzetük, de mondjuk nyilván ez egy speciális rész az újságírás és a televíziós szakma. Ott te ezt a saját bőrödön érzed, hogy ez máshogy tekintenek, akár amikor különböző felkérések érkeznek, hogy ez számít kifejezetten?
nem így számít, hogy bármiféle tudatos megkülönböztetés lenne, hanem a kultúránkban van benne valahogy az, hogy máshogy bánnak velünk nőkkel, mint férfiakkal. Ez nem feltétlenül mindenhol azt jelenti, hogy rosszabbul, de hogy hiányosabban, az biztos. És hogyha a reprezentatív számokat vesszük akár a politikai életben, hány nő politikusunk van szemben azzal, hánynak a kvóta szerint kellene lennie, vagy akár ha azt vesszük, hogy mennyire reprezentatív a mi jelenlétünk mondjuk a médiában, akkor el tudom mondani, hogy a nők azok többnyire a fizikai részét végzik a munkának. A szerkesztői részét, az adminisztratív részét végzik, és a férfiakból van több, aki vezetői beosztásban van, döntéshozói pozícióban van, és képernyőn van. Igen. Azért vezető pozícióban talán, ha nem is sokat, de voltál, én olvastam, hogy ehhez nyilván fel kellett készülni, ez annyira nem jelent meg annak idején a képernyőn, de hogy a Magyar Televízióban kulturális rovatvezetői pozíció volt. És az elég fiatalon vagy pályakezdőként. Igen, nagyon korán kaptam ezt meg, ez így van. De tudod, minden pozíció annyit ér, amennyit a hatása, vagy amennyit tényleg tudsz változtatni a világon. Akkor, amikor én ezt megkaptam, akkor valóban nagyon fiatal voltam, egy nagyon jó csapatban dolgoztam, de ahogy a médiában a rendszerváltás után mindenhol elindult egyfajta nagyon gyors politikai hadszintér csere állandóan, itt is ez történt a köztévénél is, hogy folyamatosan váltották egymást a vezetők, és mire átalakult egy rendszer, addigra aki türelmetlen volt, mint én, aki szerette volna csinálni a szakmáját, az nagyon nehezen viselte ezeket az átállásokat, és amikor én kulturális rovatvezető lettem, akkor a Híradóba kerültem, ami már egy érdekes helyzet, mert én azért akkor inkább sodródtam, tehát nem volt ez világos, hogy ez mennyire lesz politikai, nem is volt egyébként, azt hozzá kell tennem, hogy soha nem szóltak bele a kultúrába. A kultúra helyébe már inkább, tehát ez volt az a két perc, ami mindig a töltelék volt a Híradó végén. Magyarul, ha bejött egy hosszabb anyag, vagy egy valódi politikai esemény, akkor mindig a kultúra maradt ki. És ezt egy darabig az ember úgy, tudomásul vette, és aztán el kellett azt dönteni, hogy 31-nehány évesen megelégszem-e azzal, hogy ott a helyem, vagy pedig inkább elengedem ezt a bizonyos pozíciót, és elkezdek a piacon, nevezetesen a kereskedelmi rádiózásban dolgozni. És én inkább azt választottam, hogy akkor inkább kalandozok a szakmában, és megpróbálom magam máshol. Erre is vissza fogunk még térni, de akkor lehet egy ugrás vissza az időben. Ebből is már, ami elhangzott, szerintem világos, hogy hát nem vagy egy rejtőzködő típus, tehát a bizonyos magánéleti dolgokról is szívesen beszélsz, nyilván részben a könyv is ennek a megnyilvánulása. Arra gondoltam, hogy a pályádat áttekintve, hogy nálad ez a dilemma, amit nagyon sokat lehet mostanában hallani, és megint ez egy női dilemma, hogy karrier vagy család, ez igazából nem. Tehát, hogy túlzok, hogy ez nem létezett, hogy ez nem jelentett problémát, hiszen nagyon fiatal voltál, amikor az első két gyermeked megszületett, és elég egyenes ívűnek tűnik az a pálya, mind a tanulmányokat tekintve, mind aztán a pályakezdést tekintve. Ez azért érdekes, mert ma, ha például ilyen női kérdések szóba kerülnek, akkor gyakorlatilag mindig előkerül ez, hogy miért halasztják sokan a gyermekvállalást, aztán kicsúsznak az időből. Ez akkor megszokott volt, amit te csináltál, vagy ahogy ezt te megélted, vagy nyilván ebben nem feltétlenül volt tudatosság, de hogy akkor ezt jól látom, hogy ez a dilemma ezt téged soha nem nyomasztott. Én ezzel a kérdéssel akkor találkoztam először, amikor már tulajdonképpen közismert televíziós voltam, és egy újságíró, vagy kettő, vagy három, és azóta is folyamatosan inkább a titkát keresi, hogy lehet ezt összeegyeztetni, de valójában ez egyáltalán nem volt tudatos. Azért mindig, amikor egy ilyen kérdés felmerül, akkor az az érdekes, hogy milyen légkörben volt ez mindez, amikor én a pályámat építettem, és egy másfajta kulturális légkörben éltünk, azért ezt hozzá kell tennem, ahol a kultúrának, a kultúra szélesen értelmezem a kultúrát, én a médiát is a kultúrához csatoltam akkor még. És ezért sokkal többen voltunk a pályán olyanok, akik külföldi egyetemekről hazajöttünk azért, hogy ezt a szakmát űzzük. Mert mondom, ez a kultúra része volt, mi több, nagyobb presztízse is volt, mint most.
nagyobb befolyása is volt, mint most. A közizlés szempontjából volt nagyobb befolyása. Nyilván volt egy politikai befolyása is, de azzal nekem nem volt dolgom szerencsére soha. Viszont a közizlés nagyon meghatározta. A kérdésedet nem felejtettem el, hogy karrier vagy család. Ma el se tudom képzelni a kettőt, hogy vagy. Tehát ezt én nem tudom elképzelni. De egy valamiről érdemes szót ejteni, amikor a mai mondjuk 20-30-asok dilemmáiról beszélgetünk, hogy egy másfajta szociális környezetben éltünk. Egyrésztről nem volt ennyire domináns az, hogy pénzzel veszed meg a jobb létet. Másrésztről a mi szüleink, azok nagyon hamar mehettek nyugdíjba, és ezért sokat tudtak segíteni. Amikor az én gyerekeim megszülettek, akkor ott 2-3 nagymama, azért mondom a hármat, mert nálunk is volt mozaik család, és ezért ennek előnyét is élveztem, akár 3 nagymama és egy nagypapa is tudott segíteni, hiszen délután 4-kor végeztek a munkájukkal, valóban délután 4-kor végeztek, és nagyon hamar mentek nyugdíjba. És ezért egy család tudott családként funkcionálni. Ez egy nagyon fontos kérdés, és talán itt nem is lehet nem megállni egy pillanatra, hogy ez nem a nőn múlik, hanem azon múlik, hogy milyen körülmények között képes ő eldönteni majd azt, hogy ezt meg tudja csinálni. És innentől kezdjünk visszafele gondolkozni. Tehát nem az egyénen kell a terhet leverni, hanem azt kell mondani, hogy milyen alapon döntsön egy nő? Van segítsége? Van szociális háló? Tudja a gyerekét bölcsödébe, óvodába adni, anélkül, hogy ez plusz költséggel járjon? Meg tudja oldani, van-e olyan közösség körülötte, amely segít abban, hogy ő ki tudjon teljesedni? Ezek a nagy kérdések, ezt a könyvben is boncolgatom, mert ez nekem egy nagyon, hogy mondjam, fontos kérdés, mert nekem is van lánygyerekem, mi több, én ma délután oda fogok szaladni, ahol azért a legkisebb unokámra vigyázni, hogy el tudjon menni az édesanyja a másikkal egy orvoshoz, mert nincs segítség. Tehát ezek nagyon fontos kérdések, mert amikor egy nő azon gondolkozik, hogy és még hova vállalnék el bármit is, mikor mennék, akkor ilyen praktikus az élet. Ki vigyáz a gyerekemre? Mennyit fogok én azzal keresni, ha én elmegyek dolgozni, és azt csinálom, amiért hosszú évekig tanultam, hoz-e annyit a konyhára, mint amennyit visz a másik oldalon, hogy kifizetek valakinek annyi pénzt, hogy a gyerekemre vigyázzon. Tehát nagyon egyszerű kérdésnek tűnik, és szerintem nagyon pragmatikus a válasz. Akkor itt azért mondhatjuk azt, hogy a szerencse is közrejátszott, vagy szerencsés körülmények jókor, voltak. Jókor történt mindez. Én egy olyan időszakban szültem a gyerekeimet, ez ugye most már 37 és 34 évesek, tehát a 80-as évek, 85-87, 88, amikor minden mozgott, de a szociális rendszerek még működtek. Hogy jól vagy rosszul, igen, ezeken lehet vitatkozni természetesen, és az, hogy ezeknek a változásainak milyen gyorsan kellene lebonyolódni, azon is lehet gondolkozni. De hogy ahhoz, hogy családok fel tudjanak épülni, ahhoz kellenek ezek a rendszerek. Ugye az előbb azt mondtam, hogy egyenes vonalúnak látom a pályát az újságírás felé, de hát köztudott, kicsit magamat megcáfolva, hát az köztudott, hogy elsőként ugye a színművészetire vettek föl. Ha jól sejtem, előszörre, ugye 81-ben. Igen, igen. Azért nagy dolog, az nagyon sokan álmodtak arról, hogy oda bekerültél, és 2 év után úgy döntöttél, hogy mégsem ezt a pályát szeretnéd. Nem döntöttem volna, így akkor döntésre bírtak volna, vagy legalábbis az egy közbeszéd tárgyát képezte, tehát ez egy konszenzusos döntés volt. A Major Tamás Székely Gábor, Zsámbéki Gábor osztályba jártam. Az sem titok, aki egy picit ebben a korosztályban tájékozott, hogy a 80-as években ők voltak a színházi élet meghatározó alakjai, akik a Kaposvári Színházzal és a Katona József Színházzal egy egészen másfajta gondolkodást és kulturális életet hoztak be a kultúrába, hogy így mondjam. Tehát, hogy ők meghatározó személyiségek voltak. Igen, akkor, amikor te ezt említed, akkor mindig a számokat hozom elő, 800-an felvételiztek. Igen. 10-12 helyre egy évben. Tehát igen, ennyi embert vettek fel, talán a mi osztályunkban 14-et, hogy aztán majd ki tudjanak szórni belőle 4-et legalább. Tehát a végén tulajdonképpen olyan 10 körüli osztály végzett,
általában két osztály indult, a szinetár osztály volt a második, tehát a velünk párhuzamos osztály, aki egy kicsit ilyen operettesebb, könnyebb műfajú osztály volt, és mi voltunk a drámaibb. Tehát ez egy óriási siker volt, én ezért borzasztó sokat küzdöttem, tulajdonképpen a gimnázium első évétől színésznőnek készültem, illetve még ott volt a képzőművészeti főiskola, ahova szintén felvételiztem, csak mind a kettőn az első szűrőn átmentem, és akkor ott el kellett dönteni, hogy akkor hogyan tovább. Érdekes, mert pár héttel ezelőtt itt vendég volt Gundel Takács Gábor, és az ő története kicsit hasonló, bár ő azt mondta, hogy ő többször felültelezett, és őt nem vették fel a színművészetire. De azt mondta, hogy neki akkor azért egy törés volt, mikor ő belátta azt, hogy neki nem ez az útja. Persze. Utólag visszatekintve viszont azt mondja, hogy ez tulajdonképpen talán sorsszerű volt. És ugyanezt érzette is? Nekem is törés volt, nekem az eljövetel volt a törés, de egy olyan törés volt, amin én nagyon sokat gondolkozom az én töréseimen, mert én akkor törés, utána egy őrületes lendület. Tehát soha olyan nagy lendületet és tisztánlátást nem kaptam az élettől, mint a törések utáni pillanatok. És bár akkor ez törés volt, de nem elszenvedője voltam, hanem provokálója is voltam én ennek. És ez nagyon sokat segít. Ugye azt tud nehezebben fölállni, aki nem számít valamilyen törésre. De én ebbe benne voltam, és engem ezen átsegítettek. Tehát hogy ugye, ahogy mondtad, nem az volt, hogy egyik pillanatra a másikra azt mondták, hogy na, akkor én, ezt így én jelentkeztem abba a problémáimmal. Én mentem elébe ennek a dolognak. Leültek velem beszélgetni, elmondták, hogy ők hogy látják. Kaptam fél évet arra, hogy eldöntsem. Ettől még belül az ember vívódik, hogy 21 évesen vajon egy ilyen őrületes álmot hogy engedhet el, és lép a semmibe, és kezdi el a bölcsészkart, és kezdi két év után szintén elsősként. Úgy, hogy ott én színésznőnek számítottam. Azért ezt pejoratív értelemben mondom. Tehát a bölcsészkaron én nagyon sokáig színésznőnek számítottam. És azért az nem volt feltétlenül előny. Azért ez egy nagyon erős önismeretre val ez a döntés. Ösztön, akkor még ösztön, azóta önismeret. És ugye egy klasszikus bölcsész pálya felé indultál, ez a művészet, történet, nyelvészet. Persze. És egyébként, mikor a színészet akkor arról letettél, akkor, és még nem az újságírás volt, ami akkor megjelent előtted, akkor egyébként ez egy időnyerés volt ez a bölcsészdiploma, vagy volt esetleg valamilyen más karriercél, mondjuk tanítás, ilyesmi? Hát akkor még a tanítás is egy valóságos cél volt, és én tanítottam is. Tehát én a lelkem mélyén, ma is a szívem csücskében tanár vagyok. Valójában ezt csinálom a saját szakmámban is, amikor írok is ezt csinálom. És talán ez nem is esik tőlem távol. Igen, az egy reális cél volt. Tehát magyarból például a tanárszakon végeztem, és magyar tanár is voltam. Tehát tanítottam általános iskolában is, meg középiskolában is. Nem sokáig, de tanítottam. Szóval ez egy valós cél volt, és abszolút bölcsésznek készültem. Az más kérdés, hogy én azért arra gondoltam, hogy valahol majd a színházzal fogok foglalkozni, azért is pályáztam meg egy francia ösztöndíjat, amivel elmentem, és én ott íróként mentem el. Tehát ott én kritikusnak készültem, tudósítónak, kelet-európai színházi fesztiválokról tudósítottam. Tehát ugye, hogy alapvetően ezek a szakmák még léteztek. Tehát most olyasmiről beszélgetünk, amely a szakmák már nem léteznek. Amikor még én ezzel elkezdtem foglalkozni, tehát ott úgy tűnt, hogy egy bölcsészkart végzett színésznőnek készülő ember, az a kultúrának egy másik szegmensét meg fogja tudni majd mutatni. Tudósítani tud, kritikát tud írni, akkor még voltak programajánló kulturális magazinok, azokban lehet publikálni, tehát hogy ez szépen összeállt ez a kép, ezért mentem el újságíró, tehát az írott sajtót is megtanulni. Volt tehát, a MUOSZ újságíró iskolája. Hát akkor mindenki oda járt, így van. Azt is elvégeztem, és aztán Lille-be is egy ilyen iskolába jártam. Tehát valójában ez így szépen fölépült, de mire fölépült, addigra tulajdonképpen meg is szűnt pár évvel később mindez. Tehát ilyen típusú foglalkozásban már nincs. És a televízióban, ha jól tudom, akkor lényegében ilyen gyakornoki abszolút feladatokkal abszolút kerültél be, és viszont közelről láthattad a legnagyobbakat, tehát az Antal Imrét,
Vágó István, nem tudom, egyszerűen ő vele kapcsolatban mondjuk milyen emléked van, vagy hogyan gondolsz vissza rá, ugye most pár hete történt ez a tragédia. Igen, vele. Ez nagyon szomorú, ami persze mindegyikünket elbevágott. Nézd, én nem kifejezetten az Istvánnal dolgoztam, én a stúdiónak dolgoztam, igen. Tehát az Érdi Sándor jóvoltából én a Kepes András műsorait szerkesztettem, és Szegvári Katin nőttem fel. Tehát nekem ez volt a fő csapás irány. A pénzkereset volt az, hogy szórakoztató műsorokba eljártam asszisztensnek, igen. Így a Szeszélyes Évszakok, a Vágó vetélkedői. Azt kérdezted, hogy a Vágót, a Vágóval nem volt különösebben közeli viszonyom, csak akkor, amikor már egymás riválisai lettünk a kereskedelmi televíziózásban, és tulajdonképpen én a Pistát akkor ismertem meg. Ez egy érdekes dolog. Amikor köztévés voltam, akkor az Antal Imrével volt inkább dolgom, mert mi, lévén, hogy én franciás voltam, mi jártunk ki, ezt kimondhatom, és ez csodálatos utólag ezt mondani, de jártunk ki Franciaországba különböző nemzetközi műsorokra, ahol én asszisztense lehettem az Antal Imrének, aki a papírjait intézte, a felkonfiait intézte, tudott a francia stábbal beszélgetni, tehát ez egy csodálatos dolog volt. Egyébként az Endre Judit is fantasztikusan tud franciául, és ő maga is utazott velünk, tehát hogy nekem azért csodálatos volt 20 évesen a környezetükben lenni, és én szerkesztő voltam, tehát én semmilyen értelemben nem akartam a műsorvezető lenni soha. Igen, aztán meg is fogom kérdezni, hogy ez hogy fordult át, de jött a változás, ugye a rendszerváltás, és a sokat említettet Hankis Elemért, ugye, aki az első TV elnök volt ezután, tehát a rendszerváltáskor 1990-től. Nem tudom egyébként, hogy a Blokád című filmet azt láttad? Nem akarom megnézni. Értem, mert... Nem akarom megnézni. Azt gondolom, hogy jogos is, hiszen... Nem akarom megnézni. Én láttam, és azt kell, hogy mondjam, hogy a Hankis Elemérrel bánt ez a film a legcsúnyabban. Tehát nem a Göncárpád részének, hanem a Hankis Elemér. Fáj nekem ez. Tehát minden, ami a kultúrának bármely értékét vagy személyét bántja, az... Tehát, én nem tudom elfogadni, hogy az érték jobb vagy baloldali. És hogy azt mondod, hogy a Hankis Elemér mintegy kinyitotta a televíziót... Becklen János is volt itt, ő volt az első vendége ennek a műsornak, a Kompországnak, és ő arról beszélt, hogy ő nagyon nagyra becsüli Hankis Elemért, de úgy érzi, hogy igazán nem volt ő alkalmas TV elnöknek. Nyilván most hát a mai viszonyokat... Így van, nagyon jó. A mai szemlélet szerint tényleg nem volt alkalmas. De amire ő odajött, ha én most csak annyit teszek, hogy itt ülök, és azt mondom, hogy kinyitotta a beposhat ajtót, és beengedte a nyugati szelet, akkor minden onnan nőtt ki. Igen, a mai szemlélet szerint ma egészen más típusú vezetői vannak a médiáknak, és azt már ne is hasonlítsuk mondjuk az ezelőtt 10-15 évvel ezelőtti vezetőkhöz, mert ahhoz képest is teljesen más menedzser szemléletű emberek vannak ott, akiknek hát fájóan mondom, semmi közük a kultúrához. Igen. Akkor most jöhet az a kérdés, hogy a szerkesztői feladat, a háttér emberi feladat, ami azért nyilván vonzó volt, érdekes volt, igen. Annak is ugye megvan a szépsége, és bizonyos értelemben egy hatalmi pozíciónak is tekinthető. Így van, és az is volt. Az is volt. Ehhez képest műsorvezetőnek lennie. A műsor arcának lenni, aztán később ugye nem csak arc, hanem név is, tehát hogy te a igen. legtöbb műsorodhoz az arcodat és a nevedet is adod. Igen. Ez mindig azt is jelenti, hogy te ezekkel a szerepekkel idézőjelben tudtál is azonosulni, tehát hogy soha nem volt, amihez a nevem adtam, ahhoz igen. Tehát amihez a nevemet adtam, azt 101%-ig tudom is vállalni. De azt én mindig elmesélem, hogy amikor az ember egy szerződést aláír egy bármelyik csatornával, most hiten pörgetem az agyamat, mert voltam én a Story TV-nél is, és csodálatos jó műsorokat készíthettem egyébként, ezt hozzáteszem, és voltam az ATV-n is, de ugye a legtöbb időt mégis dominánsan a TV2-n töltöttem, illetve a Danubius Rádióban, tehát két nagy kereskedelmi cégnél, hogy így mondjam. Ott azért nagyon komoly szerződések vannak, több évre előre, lekötve,
voltak, ma már csak keveseknek van ilyen szerződése, amiben egy átalány van, tehát ott sok minden szerepre kell. Amikor egy színészt egy színházhoz leszerződtetnek, akkor hát bizony ő se tudja, hogy amikor szeptember 1-én oda megy a próbatáblához, és kifüggesztik az évadot, és a szereposztás, ő sem tudja feltétlenül, hogy a főszerepet játsza, vagy pedig egy jó karakterszerepet, esetleg rezonőr lesz valamely darabban. Tehát én is olyan szerződésekben voltam az esetek nagy többségében, ahol engem megvásároltak, hogy így mondjam, a tudásomat vették meg, de azt nem mindig tudták szereppel ellátni. És olyankor be kellett ugrani esetleg olyan műsorba is, ami nem feltétlenül az én szerepköröm volt, és azt is fel kellett vállalni. Az szerencsére nem a nevemmel. Gundel Takács Gábor mondta itt ebben a műsorban, hogy azért vonzóbb számára most egy ilyen szabadúszó szerep, mert ott ezek a kötöttségek nincsenek, bizony. És ott valóban tényleg csak olyat bizony. Kell neki megcsinálnia, amit ő, ami szívből jön. Hallatlan boldogságot érzünk a Gáborral, ezért ezt mindig meg is beszéljük, hogy kicsit későn jött, de még időben, hogy ezt az érzést megéltük, hogy most mi tényleg csak azt csináljuk, amit tudunk, szeretünk, ami kihívás. De ott a másik oldalon meg ott van a biztonságérzet. Gondolom, valahova tartozni egy közösséghez, az nyilván akkor azért számított. Gondolom, a köztévénél is számított, a TV2-nél is számíthatott. Sőt, tulajdonképpen az volt a bevett. Tehát ott az elmúlt évekig, mondjuk az elmúlt 5-6 évig, azért a szabadúszás az nem egy, hogy mondjam, az egy igazi soskivetett dolog Igen. volt. Azért azt Igen. mondjuk ki. Igen. Tehát az egy soskivetett dolog volt. Ma egyenlő a szabadsággal, de a bizonytalansággal is. Tehát mérleg egyik serpenyőjében van valami, és van másik, de... Igen, de akkor 5-6 évvel ezelőtt azt kell, hogy mondjam neked, hogy egy nagyobb televízióhoz való tartozás, az nem csak a biztonságot adta, hanem nagyjából számíthattál rá, hogy jó feladatokat is ad. Ma nem számíthatsz ugyanerre. Kisebb pénz van, és kisebb feladat van. Megragad bennem egy mondat, amit lehet, hogy nem teljesen pontosan fogok idézni, akkor azt mondtad az imént, hogy régen a média az a kultúra része volt. Igen. És ez egy múlt időben hangzott el, tehát, hogy ma már nem. Hol volt ez a fordulópont? Ez a bulvár előretörésének köszönhető, vagy más okai vannak ennek, vagy egyáltalán például akkor, amit most te csinálsz, vagy már régebben is csináltál jó pár éve, a talk show vezetése. Az már a kultúra részének számítana most. Igen. De már az sincs. De már az sincs. De hogy ez minek? Ez egy veszteség, ez egy romlás. Bizony. Ugyanakkor én azt is érzékelem, hogy te jó viszonyban vagy, nincs különösebb konfliktus a bulvár világával. Nincs. És sokan azért ezt összefüggésbe hozzák, ugye mondjuk amikor te váltottál a köztelevíziózásból, a kereskedelmi rádiózás, aztán televíziózás felé, nagyjából arra a pontra esik ez a fordulat. Tehát a kereskedelmi televíziók a bulvárral kerültve megjelentek. Ez egyfajta nyilván okozott színvonal esést is. Ez... Biztos, persze, új figurák jöttek a képbe, sokkal több, és más volt a feldolgozás mondja mindennek. Ez igaz, de azért itt 10 évekről beszélünk Igen. ám, tehát ez nem egy gyors folyamat, amiről beszélünk, mert ameddig én a TV2-nél voltam, nekünk egyértelműen ki kellett szolgálni a bulvárt, tehát ott az egy testvérintézmény volt, egy kereskedelmi tévének a bulvár testvérintézménye volt, Igen. most is jó esetben az, de... És akkor ez része volt annak, hogy valaki valahova szerződik, akkor ezek a portfólióban ez is benne van. Ez a portfólióban benne van, hogy neked szolgálatot kell tenni, már olyan értelemben, hogy a műsorodat képviselni kell, arról cikkeket fognak publikálni, rólad fognak, tehát a személy megnőtt. Ugye a köztévénél lévő műsorvezetők személyiségét egy maszlakba begyúrják, azért ezt tegyük hozzá. Futottak még. Tehát ott szinte az volt a fájdalmas, hogy vannak tehetségesebbek, kiugróbbak, nagyobb terhet vívők, és mégsem kapják meg azt a promóciót, ami nekik jár. Tehát sok munka vészel, és válik láthatatlanná ezáltal. Tehát itt az arányokról Igen. van a szó. Ja. De a kérdésedet nem felejtve, hogy a kultúra hol úszott el, nem fognám a bulvára.
nem csak a bulvára fognám, sokkal inkább arra fognám, amiről beszélgettünk, hogy egyrészről a vezetői szemlélet megváltozott, tehát pusztán kereskedelmivé vált a televíziózás. Tehát semmiféle kötelezettséget nem kell, hogy felvállaljon ma már a kultúrával szemben. És a kultúra fogalmát is kiszélesíteném. Tehát van, ami a köztévére tartozik, és van, amire azt kell mondjam, hogy nem a kereskedelmi tévének kell felvállalni, hanem valóban a közszolgálati televízióhoz tartozó dolog. De én a kultúrához tartozónak érzem azt, hogy a civil emberekkel való foglalkozás, hogy a közügyekkel politika mentesen, ha létezik ilyen, mert már nem nagyon létezik, de a közügyekkel, a közérzettel való foglalkozás, hogy minden olyan témával való foglalkozás, ami nem szigorúan politika, és amit olyan emberek képviselnek, akik mögött teljesítmény van. Azt hiszem, talán így fogom megfogalmazni. Mert a bulvár a celebekre igen. van kitalálva, de amikor mi a kereskedelmi tévékben dolgoztunk, azért ott a bulvár foglalkozott azokkal is, akik zenészek, akik igen. színészek. De ma már azzal sem foglalkozik, csak azzal, aki a kereskedelmi televízió valamilyen iparágában szerepel. Tehát ha ő szerepel egy valóságsóban, akkor foglalkoznak vele, ha csak tehetséges és valami jót játszik, akkor nem foglalkoznak vele. Itt mindig sikerült meghúzni egy határt a bulvár szerepléseknél? Tehát, hogy mi az, ami belefér, és mi az, ami már abszolút. Nem? Abszolút, én nem adom. Tehát erről is érdemes lenne egy picit bővebben beszélgetni, nem ez a műsor ennek a kerete, de azt látom, hogy nagyon sokan nem erről. Tudják kezelni a bulvárt. A népszerűségüket sem tudják kezelni. Ez egy picike ország, ne játsszuk el azt, hogy a gyerekemet eltitkolom, mert a sarkon már látják. Mert lemegy a Pékhez, kiköltözik az agglomerációba, és beviszi ugyanabba az óvodába, ahova egyébként az én, nem tudom, én unokám is jár, vagy a Mari néni unokája jár. Tehát nem értem ezeket. Nem Hollywoodban élünk, és nem arról van szó, hogy egy elkerített városrészben, ahol kijön a házából, és egy fél órát sétál, hogy a kapuig eljusson. Tehát ez egy teljes szereptévesztés, amiben a magyar sztárok egy része él. Tehát a kérdésedre a válasz, hogy hol húzod meg a határt, azt neked kell eldönteni, hogy miről mesélsz, és miről nem. Az nem titok, hogy az embernek van férje, gyereke, unokája. Ez nem titok. Nem a hálószoba titkokat mesélem el. Nem a pénzügyi szokásainkról mesélek, vagy a férjem mosdásáról. Hanem jelenségekről, egy családi életről, amennyi csak engem érint. Ez egy nagyon fontos dolog, hogyha az ember a bulvárban egy történetet elmesél, akkor én mindig ott húzom meg a határt, hogy mi az, ami rám tartozik, tehát ami az én történetem, vagy pedig másról mesélek, másról nem mesélhetek. Tehát nem a gyerekeim történeteit mesélem el, mert ők egy külön identitású emberek. Azt én nem mesélhetem el. Azt én elmesélhetem, hogy én hogy viszonyulok mondjuk ahhoz, hogy nagymama vagyok, vagy kamasz gyerekem van. Arról már nem mesélhetek, hogy az én kamasz lányom mit gondol, és mit csinál. Azt majd ő elmeséli, amikor rá lesznek kíváncsiak. De ami az én személyemmel összefüggő, az nem titok. Azt én nem akarom eltitkolni, mert majd akkor elveszik. Szóval mondom, tehát visszatérve azt látom, hogy rosszul kezelik a nyilvánosságot, úgy gondolják, hogy csak akkor kell a nyilvánossága vagy a bulvárral foglalkozni, amikor reklámoznak valamit. Hát, ez kérem, nem egészen így van. Egy kicsit adni is kell, akkor kapsz is. Igen, hát én mondjuk a politikusoknál szoktam ezt látni, hogy ők szerepelnek, vagy szívesen szerepeltetik a családjukat, gyermeküket és nyilvánosan, de ha esetleg valami kellemetlen összefüggésbe kerül erre, akkor pedig felháborodnak, hogy a magánélet az... Szívesen az... szerepeltetik választások idején, maradjunk ennyibe, jó? Tehát azért tegyél hozzá egy fél mondatot. Ez egy nagy kérdés, hogy egy társadalomban abban kell-e, hogy egy politikus, aki egyébként engem képvisel, az adjon is magából, szerintem kéne. Ez hát azok az alapinformációk, hogy igen. mondjuk a családi állapot, amilyen, meg hogy vannak egy gyerekei, azt szerintem azt kéne. Hogy nem egy titkos adat, tehát apolóan nem sőt, történik, emberközelibbé válna, ha ezt jól csinálná, és szeretettel csinálná. Nézd, az nem akar szerepelni, aki valamiért valamit nem akar megmutatni, nem tudom, vagy akit ez frusztrál.
Ez egy, hogy mondjam, ez egy adok-kapok, ez egymást szolgáljuk ki ebben a dologban. Nem? Hát igen, igen, igen. Tehát ez oda-vissza igaznak kell lennie. Nem fogok a bulváron most már lovagolni, meg én is értem, hogy ez a probléma, amiről beszélünk a kultúrával kapcsolatban, az messze túlnő azon, hogy most a bulvár az milyen. De a kereskedelmi rádiózás, televíziózás az abban az értelemben mindenképpen okozott egy esést, hogy mondjuk pontosan az ilyen műveltségi műsoroknak is, ugye, bár vannak ugye jó példák, de hogyha azt nézzük, hogy honnan indultunk és folytottunk el, akkor azért ez egy inkább egy lefele tartó irány. De itt erre azt szokták mondani, hogy erre van igénye az embereknek, nyilván ezek sikeresek, de másik vélemény meg az, hogy hát ezt formálni is lehet, és egy olyan hatalom van a média tulajdonosok kezében, akik tulajdonképpen azt is meg tudják tenni, hogy maguk teremtik meg az igényt erre. 101%-ig hiszek abban, hogy egy közismerést formáló médium van a kezükben. Tehát itt, hát hiszen a politika nem tenné rá a kezét, hanem az lenne. Nincs miről beszélni. Hát hogyha ez egy jelentéktelen dolog lenne, akkor nem kellene akkor a harc érte. Így aztán nincs miről beszélni. Igen, és azt fogja meghatározni a közízlést, amit adnak. Ha én egyre csökkentem az adrenalin szintet, akkor az igény, a kíváncsiság valószínűleg alá fog hagyni. Ha én ezt fokozom, akkor érdeklődést keltek vele. Ha értékesebbet adok, nem azt mondom, hogy azonnal nagyot kell ugrani, de hát mint minden szokásnál, kicsi lépésekben szépen lehet emelni a szinten. Tehát az, hogy milyen jó ízléssel nyúlok egy témához, ez bizony vezetői kérdés. A politikát úgy szőrmentén említettük, de az köztudott, hogy volt felkérés kormányszóvivői szerepre, talán Megyesi Péter és Gyurcsány Ferenc Igen. is próbálkozott ezzel, de mint tudjuk, sikertelenül. Itt viszont azra szoktál hivatkozni, hogy egy részben magánéleti okai Igen. voltak ennek, hogy nem akartad a családodat kitenni. Eleve nem akartam a politikába semmilyen részt vállalni. Mondjuk ez én a legelején voltam még annak a hullámnak, amikor közismert embert a politikába Igen. átraknak. Tehát ez azóta már szinte tendencia, tehát ez azóta már, hogy mondjam, gyakorlattá vált. De én az elsők között voltam, aki ilyen típusú felkérést kapott. Amúgy jól esett ez a megkeresés? Na, persze, hogy jól esett, de szakmailag esett jól. Igen. Tehát nem politikai értelemben esett jól, hanem szakmailag, és én nem tudok máshogy közelíteni egy felkérésed, mint szakmailag. Igen, én nagyon érdekel. Alapvetően a politikának a működése érdekel, tehát a politikusi lét működése érdekel. De én nem tudom elképzelni, hogy erkölcsi hitvallás nélkül valaki politikus tud lenni. Én ebben nagyon naiv vagyok, tehát nincs ott a helyem. De alapvetően én ezt egy nagyon izgalmas dolognak találnám, vagy találom, és követem is. Tehát ez így van, de mint magánember, és erre nagyon figyelek. Igen. Szakmailag kifejezetten kihívás volt, nagyon megriadtam, amikor felfogtam, hogy ezzel én megosztó leszek. Igen. Az engem teljes mértékig elriasztott, az tőlem nagyon távol áll. Főleg akkor, amikor az ember épp egy pályájának mondjuk úgy, hogy a csúcsán van, hát hisz nem véletlenül jön akkor egy ilyen megkeresés. Igen. De ott el kellett döntőről, hogy a hatalom vagy a szakmai rész az izgalmasabb. És megmondom őszintén, nagyobb rizikót vállaltam azzal, hogy a szakmámban maradtam, de nagyobb békét. Ha ezt akkor elvállalod, úgy érzed, hogy az kisebb rizikó lett volna? Hát a tekintetben kisebb rizikó, hogy az egy védett csapatmunka ott. Hát ha nem igen, ezt csinálod, akkor majd mást de egy, fogsz. De ez egy másik bélyeg pozíció. Is azért. Abszolút bélyeg. Igen, igen, abszolút. Hát van, aki pozitív bélyegnek fogja titulálni, van, aki negatív bélyegnek fogja, de az egy nagyfajta elköteleződés valami mellett, ahonnan nincs visszaút. Onnan nincs visszaút. Onnan még nem jött vissza senki. Ugye Vágó István nem volt ugye kormányszóvivő, de például, ha már igen, tehát hogy ő olyan egyértelműen lerakta a voksát, illetve hát szerepet vállalt egy politikai erőben, ami nyilván az ő szakmai kvalitásait nem érinti, de hogy tekintenek rá az emberek? Egy ponton túl érintette. Tehát egy ponton túl ő politikussá vált, és már nem a nemzet kvízmestere volt. Mi a szakmabeliek tudtuk, hogy ettől ő még a
valóban az, de aki... De normális erről így gondolkodni? Mert például mondjuk sportolónál is láttunk már olyat, hogy valaki, aki mondjuk addig a nemzet sportolója volt, és akkor véleményt nyilvánított, vagy odaállt mondjuk egy gyűlésen valaki mögé, és akkor onnantól kezdve már úgy emlegették, hogy a fél ország akárki ilyen, tehát. Figyelj, én nem tudom, én mondom, hogy nekem nagy dilemmáim vannak. Én, amikor újságírónak tanultam, nevezzük ezt akár Franciaországban, akár Magyarországon, gyakorlatilag alapkérdés volt az, hogy függetlennek kell lenned. Tehát, hogy kérdezni úgy kell, mint aki, hogy ne derüljön ki rólad, hogy te magánemberként egyébként mit gondolsz. Tehát mi így voltunk szocializálva. Sőt, úgy voltunk szocializálva, hogy az első kereskedelmi szerződésemben kikötés volt, hogy nem vehetek részt semmilyen nyilvános politikai rendezvényen. Semmilyen igen. nyilvános. Igen. És azért én 10 évig voltam ott, ott volt rendszer, igen, tehát kormányváltás. Nem lehetett kiállni. Egyébként az a felkérés, ami akkor jött, ez az elvi megfontolás, ez teljesen eldöntötte ezt a kérdést, vagy esetleg azért volt valami tartalmi dilemma is ezzel kapcsolatban? Nem, amikor kiderült, hogy ez mivel jár, tehát hogy ez mivel jár a például. A tartalmiat most azt értem, hogy nyilván az egy meghatározott kormányzati szereplő volt, aki ezt, tehát egy miniszterelnök, illetve a mögött álló pártok, tehát hogy van egy világos karakterük ezeknek a pártoknak. Igen, de ott egy kommunikációs munkát kellett volna végeznem, ami engem nagyon izgat. És valójában most is ezt csinálom, csak nem politikai pártoknak, hanem cégeknek. Tehát az, hogy én valamilyen stratégiát hogyan kellene kommunikálni, az engem mindig is izgatott, hisz szerkesztőnek készültem. Igen. Tehát amikor az ember szerkesztői aggyal gondolkozik, és én a saját műsoraimban vagy riportjaimban is szerkesztői aggyal gondolkozom, ez nem áll távol attól, hogy egy kommunikációs stratégiát kitaláljál, akár egy cégnek, akár egy projektnek. Itt is csak erről lett volna szó, az, hogy ezt egy politikai párt kéri, hát ez volt a probléma, vagy bármelyik politikai párt, hogy engem akkor azért fognak megbélyegezni, csak mert ő a felkérőm, hogy igen, így mondjam, igen. De valójában én egy projektet viszek, akármi történik, A-nak is, meg B-nek is egy projektet viszek. Ezen kellett elgondolkozni, ettől én megriadtam, ez így van, hogy én itt egyszerűen nem a szakmaiság lesz a kérdés, hanem az, hogy voksolni kell valami mellett, és engem azonnal... És az nem volt riasztó? Mert én azt gondolnám, hogy ez volt talán a fő ok, vagy az én kis agyamban ez jelent így meg, hogy azt mondtad, hogy azért nem akartál végül is, vagy nem lettél színésznő, mert nem tudsz szerepeket játszani. Na most itt egyben más a pozícióban... nem tudok belebújni. Ez is egy szerepjáték, ráadásul itt az ember nem tudja a saját véleményét képviselni egy idő után. A kormány szóvivő, párt szóvivő, mert akkor van egy testületi álláspont, tehát ott nem nagyon van mozgástér, hogy valaki... Akkor a híradó is az. Akkor a híradó műsorvezető, és ott is fel kell olvasnod azt a hírt, amivel nem értesz egyet. Ez igaz, de ott... Ugyanazt kell csinálni, de... De ott nem kell azonosulni azzal a hírrel, tehát... Hát az a kérdés, hogy itt kell-e azonosulni ezzel a hírrel, a beállással kell azonosulni erre. De ma már egy híradó műsorvezetőnek is beállásos elbírálása van. Tehát az ez nem mindegy, hogy melyik csatornán vagy híradó ez műsorvezető, igaz, pedig ő csak fölolvas. Ez se normális. Ez se normális, tehát... Hiszen ő csak fölolvassa a hírt. Híreket, minden ellenkező előjellel, tehát szeretném őket egy picit fölismenteni néha, bár nagyon nehéz bizonyos helyzetekben, de szeretném őket felmenteni, ők moderátorok, hívjuk így, nem műsorvezetőnek hívjuk, azért én ebben sokkal szigorúbb vagyok, mint te, hívjuk moderátornak, jó? Mert az egy másik szakma, és azért a francia televízióban ez élesen elkülönül egymástól, hogy valaki riporter, műsorvezető vagy moderátor. Egészen más tudással, felkészültség és felelősséggel bír. Tehát ez három különböző, majd ezt nálunk nem teszik helyre, mint hogy műsorvezető lehet egy valósághős is, annak akkor épp az a beosztása, igen, de nem ez a foglalkozása. Tehát ezek óriási dolgok, ezért én nem is szeretem, ha ezt elmondják. Egy mondatra szeretnék visszacsatolni, ami az igazi érzelmi döntés volt, az a gyerekeim. Tehát, hogy miért nem vállaltam el. Igen. Tehát amikor nekem átfutott az agyamon az a felelősség, hogy én megváltoztatom ezzel a döntésemmel a gyerekeim életét, egy életre, ott én gyakorlatilag elbizonytalanodtam, és tudtam, hogy én ez biztosan nem. Tehát nincs az az ego, nincs az a kihívás, pedig, mert ez kihívás volt. Nincs az a pénz. Nincs az a pénz, amiért én a gyerekeim életébe ilyen módon belemásszak. És ez igaz a mindenkor
politikai elitre is, hogy ez ennek ott kell lennie, akármilyen pozíciót vállal valaki, hogy az ő gyerekei hány évig fogják ugyanazt a pozíciót vinni, amit ő. Igen. Tehát, hogy őrült terhet rakunk a gyerekeinkre, a tetteinkkel. Nyilván egy bűnöző is, és nem akarom, Isten ments, hogy a kettőt igen. összehozzam, és már lehet, hogy a példától is, senki, igen. Igen, igen, már a példát se tartom szerencsésnek, csak hogy érezd, tehát, hogy az, hogy te mit teszel, mit képviselsz, azt hogyan teszed. Hát azt azért látjuk, hogy az elmúlt rendszerben megtett bűnök a fiúkra, hogy szállnak vissza, és hogy nyomorítanak meg sikeres embereket is. Apák és fiúk, hogy másról ne beszéljünk. Ez sem egy normális jelenség. Ez sem egy normális jelenség, mert ő arról mit tehetne, hogy egyébként a főleg, ha később tudja meg. De ha megy a gyerekként tudod meg, akkor sem. Ja, volt egy olyan időszak, és most ugrunk egy másik irányba az életedben, amikor nagyon gyakran, vagy gyakorlatilag naponta rádióban, televízióban szerepeltél, és ráadásul olyan műsorokban azért, amelyekben fel kellett azokra készülni. Az egy ilyen munkamániás időszak volt, és hogyan sikerült? Nem, az most is munkamániás. És itt a kiégés ellen így hogy lehet küzdeni, hiszen azért... Nem tudom, képzeld, én most foglalkozom a kiégéssel, ez nagyon jó kérdés, amit mondasz, munkahelyeken... Pont holnap is vezetek egy ilyen kerekasztal beszélgetést szakemberekkel, hogy ez micsoda, nyilván akkor is volt kiégés, félreértés ne essék, de hogy azért ez az elmúlt évek látványos jelenségévé vált, amiben biztos, hogy bele játszik a kilátástalanság is. Ott volt kilátás. Nem tudom, hogy... És a kilátás az motiváció, és a motiváció az... tetre késztet, és ha olyan típusú vagy, mint én, aki ennyire akar valamit sikerre vinni, vagy jól megcsinálni, vagy izgatja a feladat, én szerintem ez megóv a kiégéstől. Elfáradás olyan volt. Azért léptem ki a kapucsinóból, mert akkor már annyira fáradt voltam, de nem fejbe voltam annyira fáradt, fizikailag alig bírtam már a dolgot a hajnali felkeléssel. De kiégés, képzeld, ez engem meg se érintett még soha. Olyan volt, hogy untam a saját műsoromat. Ha nem tudom, hogy ezt minek hívják, én általában 2-3 évente nagyon megunom a műsoromat, még akkor is, ha sikeres. Hát, igen. Erre is kéne valamit. Tehát valószínűleg ott jön be az, de mindig megszűnik, tehát ezzel nincs probléma, mert Magyarországon 2-3 évente megszűnnek a műsorok. De ha ott például benne maradnék egy ilyen műsorban, és én mindig mondtam a Vágó Pistának, csak az egy pillanatra térjünk vissza, hogy édes Pista, téged infúzióról foglak lehozni az RTL-ből. Tehát amikor én láttam, hogy én, aki 5 évet vezettem a Vetélkedőt, ő, aki most nem tudom, nem néztem meg, 8-10, nem tudom. Tehát, hogy bírtad? Mert én azt, ott tényleg lehet, hogy már ezzel a jelenséggel el kellett volna gondolkoznom, de soha nem értem meg, mert nekem 2-3 évente mindig jött egy új feladat, és akkor újból fel kellett szívni magad, újból volt egy új kihívás, újból volt mind gondolkozni, újból volt mit felépíteni. Tehát ilyen értelemben, amit akkor tragikusan éltem meg, mert azért mindig gyász az, amikor ha sikeres azért, igen. Ha nem sikeres, akkor azért éled meg gyászként, hogy vége van, és ott van az aggodalom, hogy mi jön helyette. Mit kapsz, vagy mit érsz el helyette újabb műsort, vagy éppen ülsz, és nem csinálsz semmit. Tehát, hogy ezek nagy kérdések, de ez a kiégés, ez engem soha nem érintett meg, és most nagyon izgat az, hogy akik hosszú évekig egy adott beosztásban vagy munkahelyen dolgoznak, azokat hogy lehet úgy motiválni, és hogy lehet átsegíteni ezeken a helyzeteken, hogy ez ne történjen meg. Most például ez engem nagyon izgat, és ebben dolgozom is egy ilyen teamben. Azt hiszem, hogy sokunkat érdekelhet. Hát persze, ez a téma. Két ilyen elvállásról kérdeznék még itt így a vége felé. Volt ugye 2015 végén a köztelevízióban, azt hiszem, ilyen létszámleépítés címén, vagy nem tudom milyen indoklással. És én most hallgattam egy beszélgetést nemrég a Kadarkai Endrével, ahol azt mondtad, hogy te úgy eléggé sírós típus vagy. Igen. De hogy amikor ez történt, ami nagyon rosszul érintett, akkor nem sírtál, vagy már sírni sem tudtál, hanem egészen konkrétan belebetegedtél ebbe a döntésbe. Nyilván legyengült addigra már a szervezetem, de
Mi volt, bocsánat, közbeszóltam. Igazából csak erről szeretném kérdezni, hogy ezt a hogy érted, meg részben válaszoltam is ezzel. Tehát, erre. Az emberrel valami nagyon, nagyon látványos igazságtalanság történik, ha velem valami nagyon látványos igazságtalanság történik, az nekem őrült erőt ad. Tehát akkor van az, hogy a kutyafáját. Tudod? Tehát van ez a fajta kiállás, és van az, amikor összeroppansz. De amikor nagyon tudod, hogy ez méltatlan, és te ebben nem vagy benne, és ez... Azért ilyesmi korábban nem nagyon volt, én azt hiszem, a te pályádban. Soha. De még a közelébe sem. Igen. Tehát soha. Hallatlanul korrekt viszonyom van az összes munkahelyemmel, az összes vezetőmmel, és úgy jövök el, hogy készfogás a vége. Tehát, hogy ez mindig. Egyrészt azért, mert jó időszakokat töltöttem el mindenhol, sikerre halmoztunk, vagy kudarcod együtt, és én itt egy sikerműsort vittem. 28 felvételi nappal egy hónapban, mert a Magyarország szeretlek is benne volt. 28 felvételi nappal. Tehát ha még egy valakit tudnak mondani, aki annyit dolgozott akkor, talán a Gunder utána, aki még ennyi napot dolgozott, és ekkora, hogy mondja, presztízs műsort vitt, ott ez nem fordulhat elő. Tehát igen, kérdésedre a válasz hallatlan erőt adott az én további szakmai munkámhoz. Ez utólag mondhatnám, hogy köszönöm, de azért nem köszönöm, kihagytam volna azt a félre. Egyébként ugye ez volt a hivatalos indoklás. Valami olyan jelzés volt? Semmi. Tehát nem volt semmilyen kommunikáció. Nem volt semmilyen kommunikáció, tehát ez most mondtad ki a kulcsot. Mondjuk ezt ismerem, ezt a módszert, igen. Igen, tehát semmi. Meg se szólítottak, be se mutatkoztak. Tehát én tulajdonképpen Papp Dániellel nem találkoztam. Nem tudom, hogy érted-e. Igen, értem. Érted? Értem. Soha személyesen. Érted? Úgyhogy ott voltam a... Hát a televízió egyik arcaként. Sem a felvételnél, sem az elbocsájtásnál, sem a sikereknél, sem a munkában. Soha. Az ATV-s történet az nyilván egészen más. Ez ott is elválás volt. Én azt a műsort, tehát a Jakubse Pluszt, azt én úgy nagyon éreztem, szerettem. hogy az igazán elemedben voltál abban a szerepben, abban a műsorban, nagyon. Hogy ez itt mi történt tulajdonképpen, hogy... Hát ha az én verziómat kérdezed, akkor egy szakmai elengedés történt, tehát ők ezt a műsort elengedték. Ezt nagyon elfáradt ez a műsor, nagyon kevesen készítettük, borzasztó kevesen. Borzasztó nagy munka volt. Tehát Csábi Zsolt volt a főszerkesztőm, aki 3-4 funkciót töltött be ennél a műsornál. Tehát egy napi talkshow, mert az először egy napi talkshow volt. Aztán 3-szor jelentkezett egy héten, és még az is nagyon sok volt. Főleg úgy, hogy egy darab szerkesztő készítette. Először indultunk 14-en, és a végén azt hiszem voltunk 5-en velem, engem is beleértve. Tehát így nem lehet műsort készíteni már egy ponton túl. Hogy mi ennek az oka, részben anyagi kérdés, ezt mondjuk ki, tehát nem voltak megfizetve, nem voltak oda kötve, bizonytalanság volt folyamatosan, és a piacon azok, akik szabadúszók, azok oda mentek, ahol a biztonságot érezték. Igen. Azt hiszem, nem árulok el ezzel titkot, ez mindenhol így van, majdnem mindig a műsoroknak egy nagy része így halódik el. Tehát ezt a műsort, hogy így mondjam, így kicsit elengedték, elfáradt, és hát belefáradt a stáb, nagyon belefáradt a stáb. Én őszintén szólva bármeddig bírtam volna igen. még, tehát én pont amit láttál, hogy elemembe voltam, de nem tudtam azt nem észrevenni, hogy milyen kinkeservel tudják már azt a 8 vendéget is, és azt a felkészülést, mert borzalmasan sokat kellett készülni erre a műsorra is, tehát az a háttéranyag, amit ebből elő kellett állítani, ahhoz energia kell, ahhoz ember kell, friss agy kell. Tehát ahelyett, hogy bővült volna a stáb, és változott volna a stáb, és variálódott volna, és felneveltünk volna mondjuk például újoncokat, ami nekem mindig a fixa ideám, hogy képtelenek vagyunk kinevelni utódokat, itt ez nem történt meg, és akkor egyszer csak leállt ez a műsor, átálltunk egy teljesen jól felfogott módon egy szombati
hát én nem tudtam, hogy szombati lesz, de heti egybe állapodtunk meg, amiben én azt mondtam, hogy én is elfáradtam, jó, akkor csináljunk heti egyet. De hát ez egy olyan időszakban indult el, amikor az összes kereskedelmi tévén a legnagyobb show műsorok ugyanabban a sávban. Tehát elindulni a Trabanttal, a Ferrarival szembe, ez viszonylag is esélyes. Úgyhogy azzal megpróbálkoztunk egy darabig, de azt mind a ketten beláttuk, hogy na hát ennek így semmi értelme, hát hiszen a műsor struktúrában azért látszik, hogy a tévék, a nagy tévék éppen, hiába akármilyen az a műsor, most ezt lehet boncolgatni, lehet, hogy a maga helyén az egy hosszú évekig tartó műsor lett volna, de nem az volt a helye, ahol volt. Tehát ez biztos, hogy nem szombat estébe való volt. Úgyhogy ott egész egyszerűen mind a ketten éreztük, hogy most nincs helye a csatornán egy ilyen típusú műsornak. Én nagyon sokáig bíztam benne, hogy nem adja fel az ATV az ilyen irányú műsorok fejlesztését, de jött a választás, és a politika elvitt mindent, vagy mondjuk úgy, hogy... Igen, tehát, hogy emellett döntöttek. Nem az ATV-re kihegyezve teszem fel ezt a kérdést, hanem mondjuk így általánosságban. Ha valaki az arcát és nevét adja műsorokhoz, és egy adott televíziós csatornán van, vagy rádióban, ez most teljesen mindegy, akkor van-e valami felelőssége abban, vagy kell, hogy foglalkozzon azzal, hogy egyébként milyen környezetben van? Tehát, hogy mondjuk milyen hírblokkok között történik ez, kik a tulajdonosok, milyen irányt képvisel az a csatorna, ezt meg lehet oldani? Lehet ezért felelősséget vállalni? Nem tudsz felelősséget vállalni, mert még azt sem tudom, hogy milyen reklám fog előttem lemenni, vagy éppen mögöttem, és azt milyen felhanggal mondja fel a voice. Egyébként otthon azon lehet gondolkozni, hogyha valamivel nagyon nem értesz egyet, ami a csatornádon helyt kap, akkor mennyire bántasz téged, mennyire tudsz ettől függetlenedni. Én most már azt mondom, hogy ez nincs ma Magyarországon olyan platform, ahol te ezért felelősséget tudhatnál vállalni, még ha nagyon bele is akarnál állni. Tehát mire én kimondom ezt a mondatot, más a tulajdonosi portfólió, tehát nagyon gyorsnak kell lenni, hogy vagy minden hónapban ki kell mondanod, mert nagyon hamar változnak a vezetők, és nem látod át a struktúrát, abban te nem vagy beavatva. Hát igen, most megjegyzés, hogy már a könyvkiadásnál is nagyjából ez a helyzet Magyarországon. Hát így, ahogy mondod. Hírek szerint. Úgy meg egyébként különösen nehéz ilyen dilemmákat megosztani, amit említettél a MTV-nél, tehát hogy ahol a legfőbb vezető, vagy a formális, vagy hát informálisan a legfőbb vezető, vagy gyakorlatilag nincsen kommunikáció. Igen. Nem lehet a közvetében. Az kérdezni. Azért egy kérdés, hogy ott mindenkinek el kell gondolkozni, hogy milyen értékek mentén akarja felvállalni azt, amit csinál. Ez egy fontos kérdés. Tehát és most csak az értékeknél maradjunk, tehát hogy ne a politikánál, hanem hogy az az értékrend, amit a politika ott képvisel, az egyébként az ő értékrendjével egyezik-e. Vagy pedig valami olyasmit akarnak vele csináltatni, amihez tényleg más szerepkörbe kell létezni. Végezetül azt szeretném megkérdezni, hogy van-e még valamilyen szakmai karrier cél azzal kapcsolatban, hogy ha azt hiszem, hogy milyen műfajokban voltál a televízióban, akkor talán nyilván most a sportriporter és a mondjuk a kifejezetten politikai... Valóságsót se vezet. Igen. Hát azt mondjuk már tényleg, újra az végképp nem a kultúra területéhez tartozik, de mondjuk a kifejezetten politikai műsor sem, most a Mokkát vegyük ki ebből. Az azért az volt. Az volt, de azt gondolom, hogy azért egy mellékszál volt ez ebben a pályafutásban, talán ezzel nem sértek meg. És ott a műsorban is mellékszál volt, igen. Igen, tehát hogy van esetleg olyan feladat, olyan szerep, ami még nem volt, és hogy még szeretnéd, hogy... Forma van. Egyfolytában azon. Figyelj, én igen, szerelmes vagyok bizonyos dolgokban, amiket most lehet megtaláltam. Lehet ebből valamit? Másfajta formavilágban hiszek, mint amit mi csinálunk. Tehát nem hiszek csak így a podcastben sem, bocsánat, hogy ezt mondom, sem abban a televíziózásban, amit csinálunk. Más platformokkal összefonódva hiszek, abban hiszek, hogy témákat kell feldolgozni, és vizuálisan sokkal modernebbül kellene csinálni, mint ahogy mi ezt csináljuk. Mert az emberek többsége ma már olyan gyorsasággal jut információhoz a telefonján, és olyan képi világhoz van szokva,
hogy egész egyszerűen bántóan nagy a különbség a televízió, a podcast és a telefon között, és a végén a telefon mellett fogok dönteni. Mert több információt kapok, szebb képeket kapok, gyorsabban tudok váltani. Ez persze majd ellenébe megy annak, hogy mélyebb beszélgetéseket tudjunk csinálni, hogy jobban kifejtsünk egy témát, de az a kérdés, hogy mire akarjuk használni mi ezeket a platformokat. Lehet, hogy a podcastnek van az a funkciója, hogy mi így 50 percet beszélgessünk, de nem a televíziónak. Ha televízióról beszélünk, és azt mondom, hogy műsor, ott gyorsnak kell már lenni, ott már vizuálisan kell valaminek történni. Nem véletlen, hogy a show műsorokat nagyon nagy előszeretettel nézik, mert látványos, mert gyors, mert hangos, mert sok minden van benne. Na de mi van a többi műfajjal, és engem ez nagyon izgat, bár a kérdésed arra irányult, hogy mit csinálják, nézem a külföldi csatornákat egyrészt, másrészt nézem, sokkal inkább a formavilág izgat, valószínűleg kevesebb funkciója van az egyénnek, egy ilyenben, de a szerkesztésnek meg több. Nagyon szépen köszönöm, hogy ránk szántad az idődet, és nagyon remélem, hogy ez a munkamánia, ez utat fog törni magának a következő időszakban is, még nagyon sokáig. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, nagyon szépen köszönöm a nézőknek a figyelmet, iratkozzanak fel a csatornánkra, a jövő héten a Kompország új adással jelentkezik. Köszönöm a viszontlátásra. Szépen.